Ismét sor kerül Kecskeméten egy üveggyűjtő akcióra április 6-a és 20-a között. Az idei kampánya tervek szerint 12 gyűjtőponton zajlik majd. A helyszíneket a korábbi akciók alapján választják ki. A hulladék elszállítását a Dunatisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Végzi majd, szükség szerinti rendszerességgel. Az üvegből ez alkalommal tiszta levegő lesz, ugyanis az összegyűlt pénzből 3 darab levegőtisztító készülék beszerzését tervezik. Az akciót azért szervezi meg ismét a város, mivel a 2019 őszén megszervezett életmentő üvegkampány is nagyon sikeres volt. Akkor a kecskemétiek összefogásának köszönhetően 600 tonna újrahasznosítható hulladék landolt a város 17 pontján kihelyezett tárolókban. Akkor a DTKH vállalta magára a szervezést. A sikeres akció eredményeként az üvegek ellenértékéből egy-egy defibrillátor került a hetényegyházi Móricz Zsigmond általános iskolába, a Kadafalvi általános iskolába és a Budai utcai nagypiacra.